Bhagavatam, first canto, chapter 12, and this is verse number 3, birth of Emperor Parikshit, continuation with the Srimad Bhagavatam series.
verset fogjuk olvasni, és a fejezet címe Parikszit király születése. Okay. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Yaritam srotam ichchamoh. Taritam srotam ichchamoh. Garitam yaramanyase. Bruhina stradadhananam. Yasya jnanam adats. Chukaha adak chutaha taridam srotam ichchamoh taridam srotam ichchamoh gaditum yaramanyase bruhina stradadhananam yasya jnanam adats chukaha jnanam adats chutaha. Rohitam shradadhananam yasya jnanam adakshutam tadidam shrotum icchamo Shutaha. Ladies, Tat. Tat. All. Minden. Idam. This. Est. Srotum. To hear. Hallani. Ichchama. All willing. Mindannyian akarják. Gaditum. To narrate. Elbeszélni. Yadi. If. Ha. Manyase. You think. Gondolod. Bruhi. Please speak. Kérlek, beszélj. Na. We.
Mi? Stradadananam. Who are very much respectful. Akik nagyon tiszteletteljesek vagyunk. Yes, yeah. Whose? Aki. Gyanam. Transcendental knowledge. Transzendentális tudás. Adat delivered. Átadott. Sukha. Sri Sukadev Goswami. Sri Sukadev Goswami. So this is Shaunaka Rishi speaking to sages at Naimisharanya. Itt Shaunaka Rishi beszél a Naimisharanyai bölcsekhez. So on the first couple of verses he narrates the how Krishna saved Maharaj Parikshit from the Brahmastra of Asvatthama while he was still in the womb. Az első néhány versben azt meséli el, hogy hogyan védelmezte meg Krishna Parikshit Maharajat, amikor még az anyukájának a méhében volt. Now everyone wants to hear more about this great personality who got special attention by Krishna. És akkor mindenki nagyon szeretne hallani erről a különleges személyiségről, aki ezt a kiemelt kegyet kapta Krishnától. Translation. We all respectfully want to hear about Maharaj Parikshit, to whom Sukadeva Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. Mindannyian nagy tisztelettel szeretnénk hallani róla, Parikshit Maharajáról, akinek Sukadeva Goswami adta át a transzcendentális tudást. Kérlek, beszélj erről. The purport's a little long. Sukadeva Goswami imparted transcendental knowledge to Maharaj Parikshit during the remaining 7 days of his life. And Maharaj Parikshit heard him properly, just like an ardent student. The effect of such a bona fide hearing and chanting of Srimad Bhagavatam was equally shared by both the hearer and the chanter. Both of them were benefited. Out of the 9 different transcendental means of devotional service to the Lord prescribed in the Bhagavatam, either all of them, or even some of them, or even one of them, are equally beneficial if properly discharged. Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami were serious performers of the first 2 important items, namely the process of chanting and the process of hearing. And therefore, both of them were successful in their laudable attempt. Transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting and not otherwise. There is a type of spiritual master and disciple, much advertised. So now Prabhupada starts speaking about this bogus guy. There's a type of spiritual master and disciple, much advertised in this age of Kali. It is said that the master injects spiritual force into the disciple by an electric current generated by the master. I guess he sticks his finger in a socket and then he touches his disciple and everybody goes, ah, wow, bliss. And then the master dies, goes back to Naraka Loka. Maharaj arról beszél, hogy Prabhupád egy ilyen csaló gururól beszél, és azt a példát mondja, hogy bedugja az konnektorba az ujját, és a tanítványai megfogják a másik kezét, és hogy mindenkit megvág az áram, a guru meghal, és visszatérhet így Narakalókára, ahonnan jött. Narakalóka, not Kolóka. Narakalóka. Yeah. That's hell. Okay. And the disciple feels a great shock. He becomes unconscious. The master cries for his exhausting his stores of so-called spiritual assets. Such bogus advertisement is going on in the name in this age, and the poor common man has become a victim of such advertisement. We do not find such folk tales in the dealings of Sukadeva Goswami and his disciple Maharaj Parikshit. The sage recited Srimad Bhagavatam in devotion, and the great king heard him properly. The king did not feel any electrical shock current from his master, nor did he become unconscious while receiving knowledge from the master. This is quite humorous. One should not therefore become a victim of these unauthorized advertisements,
made by some bogus representative of Vedic knowledge. The sages of Namisharanya were very respectful in hearing Maharaj Parikshit because of receiving knowledge from Sukadev Goswami by means of ardent hearing. Ardent hearing from a bona fide spiritual master is the only way to receive transcendental knowledge, and there's no need for medical performances or occult mysticism for miraculous effects. The process is simple, but only the sincere party can achieve the desired result. Srila Prabhupada magyarázata. Sukadev Goswami átadta a transzcendentális tudást Parikshit Maharajnak élete utolsó 7 napja alatt. Parikshit Maharaj pedig lelkes tanítványként illendően hallgatta. A Srimad Bhagavatam megfelelő hallgatásának és elbeszélésének eredményében a hallgató és az elbeszélő egyaránt osztozott, és mindketten áltásban részesültek. Az Úr odaadó szolgálatának a Bhagavatamban előírt 9 transzcendentális módszere közül mindegyik, vagy akár csak néhány, sőt, egyetlen egy is egyformán eredményes, ha helyesen végzik. Parikshit Maharaj és Sukadev Goswami az első 2 fontos folyamatot követték, nagyon komolyan, az elbeszélés és a hallgatás folyamatát, és így mindketten sikert értek el dicséretes törekvésükben. A transzcendentális megvalósításhoz kizárólag ilyen komoly hallgatás és elbeszélés révén juthatunk. Van a lelki tanító mestereknek és tanítványoknak egy fajtája, akik nagyon népszerűek ebben a kalikorban. Azt mondják, hogy a mester lelki erőt juttat a tanítványába elektromos áram segítségével, amely a mestertől származik, s a tanítvány érezni kezdi a sokkot. Elveszti az eszméletét, a mester pedig sírni kezd, mert úgynevezett lelki erőforrásainak raktára kimerült. Ilyen csaló népszerűsítés folyik ebben a korban, és a szerencsétlen egyszerű emberek mind áldozatául esnek. Ilyen meséket Sukadev Goswami és nagyszerű tanítványa Parikshit Maharaj kapcsolatában nem találunk. A bölcs odaadásra beszélte el a Srimad Bhagavatamot, a nagy király pedig figyelmesen hallgatta őt. A király semmiféle sokkot nem érzett, amelyet mestere létrehozta, elektromos áramtól származott volna, és eszméletét sem vesztette el, miközben mestere tanította. Az embernek nem szabad tehát áldozatul esnie minden hitelt nélkülöző propagandának, melyek a védikus tudást néhány csaló képviselője hirdet, melyeket. Namisharanya bölcsei nagyon nagy tisztelettel hallgatták a Parikshit Maharajról szóló elbeszélést, mert a király a lelkes hallgatás folyamata által részesült tudásban Sukadev Goswamitól. A hiteles lelki tanítómester lelkes hallgatása az egyetlen eszköz arra, hogy transzcendentális tudásra tegyünk szert, és nincs szükség orvosi beavatkozásra vagy okkult miszticizmusra ahhoz, hogy csodás eredményeket érjünk el. A folyamat egyszerű, ám csak is az őszinték érhetik el a kívánt eredményt. Om Agyan Timidandasya Gena Jena Salakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthayam Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadhi Pastyatya Deistatarine Panchakopa Tirubhischa Sindhu Paebacha Ditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasi Gaur Bhaktivrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So the qualification for receiving transcendental knowledge is the hearer and the speaker. The speaker has to be qualified to be able to have the understanding and the practice, both, not just the understanding, but the practice
of transcendental. One simply reads books and thinks they can transmit transcendental knowledge through their learning. It has maybe very little or any effect upon the hearers. Itt arról van szó, hogy mi a feltétele annak, hogy a transzcendentális tudás átadása kerüljön, ugye a mestertől eljusson a tanítványhoz, és itt azt láttuk, hogy nem elég önmagában csak, hogy a könyveket tanulmányozzuk, hanem egy megfelelő megközelítés szükséges mind a tanítvány, mind pedig a mester részéről. So, spiritual master or those disseminating transcendental knowledge have to be practicing the process also, not simply reading books and speaking. Ahhoz, hogy valaki mesterként átadhassa a transzcendentális tudást, ehhez saját magának is gyakorolnia kell, nem elég csak könyveket olvasni és beszélni. Or otherwise there's very little effect upon the hearer. Máskülönben nagyon pici hatással lesz erre a hallgatóságnak. And the hearer also has to be qualified. És ugyanakkor a hallgatónak is képesnek kell lenni, alkalmasnak. Prabhupada says the qualification here is that one has to be eager. És itt Prabhupada azt mondja, hogy a képesítés az az, hogy valakinek mohónak kell lennie. Sincere. Komolynak. Not simply just some mechanical performance, but actually wanting to understand this knowledge. Nem csak valamilyen, nem tudom, mechanikus gyakorlat ez, hanem igazából vágyni kell arra, hogy megértsük ezt a tudást. And Srimad, I'm sorry, Padma Purana describes that in the process of hearing there are certain characteristics that should be present in order to make that hearing effective. A Bhagavata Purana leírja, hogy megfelelő bizonyos személyeknek jelen kell lennie ahhoz, hogy a hallgatás folyamata az tökéletes legyen. Faith in those who are speaking. In other words, one has to hear from a qualified source and know that that source is qualified. Rosszul mondtam, megfelelő tulajdonságoknak kell jelen lennie, és az egyik ezek közül a hit. And one has to hear in a way of what we say without trying to, you know, interpret it according to your own understanding. Just hear nicely. Try to understand, but hear. És ennek a hallgatásnak az egyik, tehát a helyes hozzáállás, hogy az ember nem próbálja így interpretálni, vagy magyarázatokkal ellátni a fejében azt, amit hall, hanem csak hallja és elfogadja. And Padma Purana says dainyar, humility has to be there. És hogy dainyának, vagyis az alázatnak is ott kell lennie. Not trying to filter through our own understanding. Nem kell átszűrni ezt a saját megértésünkön, vagy elképzelésünkön, amit hallunk. The third qualification is destroying the faults of the mind. És a másik, hát szükséges képesítés, hogy az elmének a tisztasága. The mind might wander or tends to wander. One has to bring it back to the sound vibration. Nem, ez is kérek, az elmének a fókuszálása, és hogy az elmét fókuszálni kell arra a hangvibrációra, amit hallgatunk. We all know the mind likes to wander here and there. Amint mindannyian tudjuk, szeret az elme ide-oda lófrálni. Arjuna said, Chanchala Himana Krishna. It's very flickering, goes this way, that way. Can't stay in one place. Arjuna is mondja, hogy Chanchala Himana Krishna, hogy az elme az nagyon ilyen csapongó, nem tud egy helyen maradni. Well, one has to make an effort to keep one's mind and attention on the sound vibration. És akkor az embernek komoly erőfeszítést kell tenni arra, hogy ott tartsa az elmét a hangvibráción. And the results of properly following the first three points is the fourth point. És annak az eredmény, hogyha az ember az első három követelménynek megfelel, az pedig a maga a negyedik követelmény. And that is that one gets realization of the knowledge being given. They start to accept it and understand it. Hogy az ember akkor valódi megvalósítása tesz szert a tudást illetően. Or questions. Vagy pedig kérdései lesznek. Tehát vagy megérti azt, vagy pedig kérdéseket fogalmaz. So either one, either realization, understanding, as you hear, otherwise if that doesn't manifest, or not manifested entirely, then clarification comes by way of questioning.
hogyha az emberben azáltal, hogy hallgatta ezt a tudást, így nem alakult ki tökéletes megértés, hanem kétségei merültek föl, akkor a kérdések feltevése által tudja ezeket eloszlatni. And if you didn't get either one, that means you weren't there. In other words, you weren't listening properly. I'm sorry, would you... Yeah. Tehát, hogyha nincsen kérdésed, akkor nem hallgattál elég figyelmesen. Well, that's the process here. Ez a folyamat. And that is our process for transmission of transcendental knowledge. The word Upanishad means to sit down near. And that means disciple, follower, sits down near the guru and hears. Szóval Upanishad is actually translated that way. Szóval ez a mi folyamatunk a tudás elsajátítására, hogy ezt a szanszkrit szó Upanishad is jól mutatja, ami nem jelent más, mint hogy közeli, a mester közelében leülni. Vagyis le kell ülnünk és hallgatnunk. Prabhupada discusses this point in the very beginning of the Bhagavatam, where he talks about the qualification for absorption in the hearing process. Srila Prabhupada a Bhagavatam elején beszél erről, hogy mik a szükséges feltételei annak, hogy valaki elfogadja azt a tudást, amit hall. He says you have to be pure in mind. Egyrészt, hogy tiszta elmével kell rendelkezni. And to be pure in mind, you have to be pure in activity. És ahhoz, hogy az ember elméje tiszta legyen, ahhoz a cselekedeteinek is tisztáknak kell. So what is that purity? És mi ez a tisztaság? One has to follow strictly. Az embernek szigorúan kell követnie. We may not reach pure consciousness, but if we follow purely, then we are acting purely, and that is a qualification for hearing. Még lehet, hogy nem értük mi magunk el a tisztaságnak a szintjét, de ha követünk valakit, aki tiszta, akkor mi is tiszták leszünk, és ez a feltétele a megfelelő hallásnak. Being pure in mind means to be pure in action. To be pure in action means to be pure in, Prabhupada takes it to the next step, eating, sleeping, mating and defending. Tehát, hogy először tisztának kell lennünk az elménkben, és aztán pedig a beszédünkben, és aztán Prabhupada a következő szintre helyezi, hogy az evés, alvás, párzás, védekezés szintjén is. And what she means is to regulate the bodily responsibilities, requirements to the point where you got them under control. És ez azt jelenti, hogy a testi szükségleteket hát kontroll alá kell vonni. And then you can hear properly. És akkor megfelelően tudsz hallani. And the word is rapt, R-A-P-T. It's an English word, means absorbing one's consciousness in the hearing process. És az angol szó rapt, az azt jelenti, hogy nagyon figyelmes, és ez azt jelenti, hogy valaki elmerül abban, amit hall. But the guru is merciful. De a guru az nagyon hát kedves, so könyörületes. Says, well, anyway, just try to hear. De Prabhupád csak a végén csak mondja, hát valahogy csak akkor csak hallgast. Even if you haven't made the previous requirements, at least just make an effort to hear. Hát hogyha így még nem érted el a megfelelő szükséges tulajdonságokat, akkor csak próbálj meg így figyelmesen hallgatni. So here, the whole Bhagavatam is based on a qualified speaker and a qualified hearer. Szóval itt láthatjuk, hogy az egész Bhagavatam ezen a kettő tényezőn alapul, egy képesített hallgatón és egy képesített beszélőn. So, Maharaj Parikshit was, of course we know, he was cursed to die in 7 days. Amint tudjuk, Parikshit Maharajot megátkozták, hogy 7 napon belül meg kell halnia. You might say his enthusiasm for hearing was topmost. Azt mondhatjuk, hogy az ő hallgatási vágya az a legfelsőbb szinten volt, nagyon akart hallani. So we think, well, you know, I'll be around for a while. I got more than 7 days, maybe I got 70 years or 700 years. So good, you know, Bilvamanga Thakur lived for 700 years. És akkor mi lehet, hogy gondolhatjuk, hogy hát nekünk azért még több időnk van, lehet, hogy még 70 évünk is van, Bilva Mangala Thakur 700 évig élt.
So you maybe the enthusiasm or the eagerness for hearing is not peaked. És akkor így lehet, hogy a mi lelkesedésünk a hallgatása az nem annyira intenzív. But there is, because as Srila Prabhupada adamantly speaks, using that same example of Maharaj Pariksit's time period, he said, we don't even know if we have 7 moments. De Srila Prabhupada fölhívja a figyelmünket arra, hogy hát fontos lenne, hogy ilyen intenzíven hallgassunk, hiszen fogalmunk sincs arra, hogy meddig élünk, lehet, hogy nincs is 7 napunk, csak 7 pillanatunk van. Can I tell you a sad story? Mesélhetek egy szomorú történetet? Don't cry too much. Ne sírjatok túlságosan majd. It is really actually sad. De ez valójában szomorú történet. We were preaching in Mumbai with the devotees in Chaupati at one medical college. És egyszer Chaupatiban prédikáltunk Indiában, és ott volt egy ilyen egészségügyi főiskola. It was JJ Medical College, very prestigious medical college. Ez egy nagyon nagyon elismert jó hírű kollégium volt. So we were holding programs on campus for the students. És akkor programokat tartottunk itt az épületben a tanítványok. And many students were coming regularly. Nagyon sok diák rendszeresen járt. And some were actually coming to the temple and actually taking up the process. És sokan közülük valóban elkezdték gyakorolni a Krishna tudatot, elkezdtek járni a templomba. So at one point, one of the leading students, he was pretty much the most obviously the most intelligent one, he said to his colleagues, his fellow students, you know, I'm graduating in about 3 months, so I'm not going to come to the lectures or attend the classes anymore. I'm just going to focus on my studies. És akkor volt ott az egyik diák, aki egyértelműen a legintelligensebb volt, és akkor ő mondta a többi diáknak, hogy hú, hát most 3 hónap múlva fogok vizsgázni, diplomázni, úgyhogy most nem fogok jönni így a krisztás programokra, hanem a tanulmányaimra fókuszálok. And then he said, I'll be back after graduation. De amint lediplomáztam, visszatérek. So his fellow students didn't like the idea that he was going to do that, but he was determined. So they said, make sure you come back, you know. És akkor a többi diák, akik így jártak a programokra, hogy hát szomorúak voltak, hogy most egy darabig nem fog jönni, de mondták, hogy de tényleg gyere vissza. So there was about 3 months before graduation, so he absorbed himself in his medical studies. És akkor mivel 3 hónap volt a diplomáig, akkor itt teljesen elmerült az egészségügyi tanulmányaiban. Graduated top in this class. És a legjobb diákként végezett az osztályban. With all honors. With all honors. Igen, nagy tisztelet övezte őt ezért. So then his fellow students said, well, now come back. The devotees are here tonight. Come to the program. És akkor a diáktársai mondták, hogy jó, megjönnek a bakták ma este, gyere akkor a programra. He said, well, you know, tonight there's a party. És akkor ő mondta, hogy hát ma este buli van. You know, college they had party. And it was like a special party, and he was kind of like one of the more important people at the party. Hát ez ilyen egyetemi kollégiumokban gyakran vannak bulik, és hát, hogy valami kiemelt vendégek is jöttek. So he went to the party. Elment a bulira. And he was dancing. Táncolt. And he had a heart attack and died right on the dance floor. És szívrohamot kapott, és ott a táncparketten lelte a halál. Really sad. Nagyon szomorú. 23 years old. He was only 23 years old. 23 éves volt csak. He had no medical history of any ailments. He was, in other words, he was considered to be healthy. Szóval, hogy teljesen egészséges volt, semmi betegség. És egyszer csak. So, I mean, that alerted many of the other students. They became really serious, more serious. De azt láttuk, hogy a többi diáktársa nagyon komolyan kezdte venni a kisnetet. The bodies, we were feeling very sad. És persze mi bakták nagyon szomorúak voltunk. You know, here was a person that really had some interest in Krishna consciousness, but then just by losing that association, he lost the enthusiasm. Mert láttuk, hogy igazából komolyan érdekli a Krishna tudat, de csak azért, mert picit elvesztette a bakták társaságát, akkor ugye az lelkesedését is elvesztette. So the hearing process is important because not because we may leave at any moment, because
every bit of that transcendental knowledge. When Prabhupada sometimes would be with his devotees and he would be with an Indian audience, he would decide to speak in Hindi. Szóval, hogy nagyon fontos folyamat ez a hallás, nem csak azért, mert nem tudjuk, hogy meddig fogunk élni, de volt például egy történet, amikor Srila Prabhupada tanítványaival Indiában volt, és mivel nagyon sok indiai hallgató volt, ezért hindiül kezdett beszélni. And you know, the Western devotees, we don't understand Hindi. És persze a nyugati bakták nem értették a hindit. And so they would start to get up and leave. És akkor úgy elkezdtek feláldogálni és elmenni. Prabhupada said, where are you going? Sit down. És Prabhupada mondta, gyere vissza, ülj le. He says, this knowledge is transcendental, sound vibration. You simply listen. Even if you don't understand, still you get benefit. Hogy ez a tudás, ez transzcendentális, és még hogyha nem is érted a nyelvet, akkor is tisztítólag hat rád. Yeah. Csak ülj és hallgasd. So when the knowledge is pure, coming from the pure source, simply by hearing, understanding, of course, is important. But even if we don't understand, that sound vibration helps to purify the mind. Szóval, hogyha a tudás az ilyen tiszta forrásból származik, akkor az transzcendentális, és nyilván nagyon fontos, hogy értsük is, de még hogyha nem értjük, akkor is tisztítólag hat. Now that's mentioned here with emphasis, how important it is to follow this process of hearing and chanting, both the speaker and the hearer must be qualified. És ez itt nagyon hangsúlyozottan leírásra kerül ebben a magyarázatban, hogy mind a beszélőnek, mind a hallgatónak fontos kvalifikációra van szüksége. I remember when I was in New Vrindavan, back in the old days. Még a régi szép időkben, amikor új Vrindávanban voltam. The place where all deviations started. Azon a helyen voltam, ahol az összes ilyen eltérés, vagy eltérés kezdődött. I won't say anything more on that. Na most erről többet nem fogok beszélni. And we would be going to the Bhagavatam class. És akkor mentünk Bhagavatam leckére. And everyone would fall asleep. És mindenki elaludt. Everybody. Mindenki. Sometimes even the speaker. Néha még a beszélő is. Yeah. Igen, tényleg. I remember one devotee was giving class. Emlékszem, volt egy bakta, aki and Krishna tartott. Says in Bhagavad Gita, Sarva Dharma Pariksit Vamamekam Saranam. Ezt mondta. Raja, hum, tvam, sarva. He never missed a word, you know. Ahogy Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban, és akkor a többit hallottátok. So, it was a problem. Ez egy problematikus volt eléggé. The devotees were so tired, because we used to work, I mean, it was a farm community, and there was a lot of hard work, and we had no japa period. És hát ugye nagyon fáradtak voltak a bakták, egy farm közösséget vittünk, és hát annyira sokat kell dolgozni, még japa időnk se volt. We get up, go to Mangal Arati, Tulsi Puja, Guru Puja, and class, and then out to work. If you wanted to chant, you had to chant before Mangal Arati. Mangal Aratira mentünk, aztán volt Tulsi Puja, Guru Puja, lecke, és aztán munka. És hogyha japázni akartál, akkor Mangala előtt kellett japázni. And devotees tried to get up at 2:30. If you get up at 3, that was late. A bakták próbáltak 2:30-kor fölkelni, hogyha 3-kor keltél, már késő volt. So it was a struggle to stay awake sometime in class. És akkor hát így én is emlékszem, hogy elég sokszor így küzdöttem, hogy ébre maradjak leckén. So we decided to use different techniques to help devotees become more attentive in class. És akkor kitaláltunk különféle módszereket, hogy a baktákat rávegyük, hogy figyelmesebbek legyenek a leckén. One of the techniques was really in the mode of ignorance. Az egyik módszer az igazából a tudatlanság kötőerejében volt. We have this big bottle of water with a syringe on it, and then you squirt the devotees as they sleep. Volt egy ilyen nagy üvegünk, egy ilyen spritzni fejjel a tetején, és akkor aki el akart aludni, ezt így lespricceltük. And so that wasn't so popular. Na ez nem volt valami népszerű. That came and gone quite fast. Then we would say, you know, you have to stand up if you're sleeping.
És akkor meg a másik az volt, hogy fel kellett állnod, hogyha elaludtál. And then the devotees would sleep standing up, you know. És akkor a bakták állva is elaludtak. And then one devotee, I remember I was there, he was sleeping standing up and he fell. It was good because he woke everybody up when he hit the floor. Egyszer, amikor jelen voltam, akkor volt egy bakta, aki állva elaludt, és így eldőlt, ami nagyon jó volt, mert mindenki más fölébredt tőle. So that didn't work either. Szóval ez sem működött. So we got something a little bit more close to the mode of goodness. És akkor aztán kitaláltuk valamit, ami egy picit közelebb állt a jóság kötőrejéhez. So every devotee was required during the day to ask another devotee what did they speak on in class. És ez pedig az volt, hogy minden baktának a nap során meg kellett kérdezni egy másik baktától, hogy miről volt szó a leckén. And if someone approached you and you couldn't remember, that means you were sleeping. És hogyha valaki így megközelített téged és nem tudtad elmondani, ez azt jelenti, hogy aludtál. And so that worked nicely because it got Krishna Katha going. És ez viszont nagyon jó volt. During the day. So that was a good program. Na ez egy jó ötlet volt, mert így akkor végül is a Krishnáról való beszélgetések így a napjaink részévé váltak. So but one should be very eager and qualified, and not being sleepy is one of the qualifications for hearing. Tehát az embernek nagyon mohónak és képesítettnek kell lennie, és az egyik képesítettség, hogy ne legyünk túl álmosak. Prabhupada spends a good part of this purport describing how this guru, I guess he's a guru, that's what it says, spiritual master, injects electrical shock into his disciple to give him the knowledge. És Prabhupada egy egész jelentős részét szenteli a magyarázatnak annak, hogy ez az úgynevezett guru, hát itt az van írva, hogy guru, hogyan juttatja el a transzcendentális tudást azáltal, hogy valami elektromos sokkot produkál a tanítvány számára. When I joined in Denver, Colorado in 1972, and there was one yogi there, can't think of his name now. I'm bad with names. Anyway, he used to dress up as Krishna. Én amikor először csatlakoztam, ez Denver, Colorado-ban történt 1972-ben, és akkor volt egy guru, aki úgy öltözött fel, hogy Krishnaként. Yellow dhoti, blue shirt with peacock feather. Így öltözött fel, hogy ilyen sárga dótiba, és kék pulcsi, és akkor pávatol. And he was 11 years old. És még ráadásul 11 éves volt ehhez. Maybe you remember him. Lehet, hogy emlékszetek. He's still around. He's hiding somewhere in California now. Még mindig megvan valahol, bujkál Kaliforniában. He's quite old now. So, but he had this process of touching his disciples like this, and then they would get the knowledge. All of a sudden something would happen, their brains would spin, something, I don't know, I never got the initiation. But, you know, and all of a sudden, you're there, you're initiated, you're in, you've been touched by the guru. És akkor neki volt egy ilyen módszer, csak így megérintette így a tanítványainak a fejét, és akkor valahogy így elkezdett az agyuk így pörögni, és akkor egyszer csak így már ott voltak, már avatottak voltak. Én nem tudom, mert én ezt nem éltem át, nem kaptam tőle avatást. But then the Supreme Personality of Godhead, who claimed to be Krishna in this guru form, started to have some problems. De aztán ennek az Istenség legfelsőbb személyiségének, aki most itt guru formájában jelent meg, elkezdtek problémái akadni. His mother, they were living in Rishikesh, and she brought him over to the U.S. She brought her? His mother. She brought him to the U.S. to give us Krishna in the form of this personality. Igen, és akkor már egyszer elhozta az édesanyját, aki Rishikeshből származott, őt is elhozta az Egyesült Államokba. And so, but his brother said that he was God. De aztán az volt, hogy a testvére pedig azt mondta, hogy igazából ő Isten, és nem az öccse. And so there was a competition between the two brothers, which one was actually the real
personality of Godhead. És akkor egy ilyen versengés alakult ki a két testvér között, hogy valójában melyik őjük az Istenség legfelsőbb személyisége. And his mother favored one of them. I can't remember which one. És akkor az anyukájuk az egyikre voksolt, és így módon már nem hiszem, hogy melyik volt a kettő közül. It became a court case. És valójában ebből egy Who is the real incarnation or manifestation of the Supreme Lord? És még ráadásul egy bírósági ügy is, bírósági per is lett belőle, hogy most akkor melyik őjük Isten. Became a court case in India. De persze a bírósági, tehát ez a bíróságra Indiában került sor, vagy? And at one point, one judge, when he heard the case, he said, "This is ridiculous." He threw the whole thing out. És akkor volt végre egy bíró, aki azt mondta, hát figyeljetek, ez nevetséges, és kidobta az egészet. So it was unresolved who was the real spirit personality of Godhead. Úgyhogy sose került megoldásra, sose tudtuk meg, hogy melyik őjük volt. Prabhupada said, and when he heard about him, Prabhupada said, you should kick on his face with boot, you should pass urine in his face, and you should throw a pie in his face. Pie? A pie. You know, one of those, you know, nice... Nice pie. Chocolate cream pie. Tehát Prabhupádnak van megoldás erre. Először arcba kell rúgnod az ilyen embert, aztán pedig hát vizelettel kell behintened az arcát, és aztán még egy tortát is az arcába kell nyomnod. So one devotee said, well, Prabhupada said that, that must be an instruction, you know. És akkor az egyik bakta gondolta, hogy Prabhupád ezt mondta, ez biztos ez egy utasítás. So he decided to fulfill Prabhupada's request. És úgy döntött ez a bakta, hogy véghez viszi Prabhupád kérését. True story. Egész történet. Radha Swami said, I met the person, he told me the whole story, so Maharaj told me. So. Tehát nekem ezt a történetet Radha Swami mondta, de ő neki pedig az illető mondta, aki so he had his satsang with all of his followers. És akkor ott volt ez a tanítványi gyűlésen, ennek az úgynevezett gurú. És a bakta leült az első sorba. Made sure he was there early. Hogy bebiztosítsa, hogy ott legyen. He had a nice pie. És volt egy gyönyörű pitéje. And soon as he began his talk, és amint a gurú elkezdett beszélni, the devotee got up and threw the pie right in his face. And it was like, you know, all of these followers there. És a bakta felállt, és így belenyomta az egész pitét az arcába az embernek, és akkor a bakták meg elkezdte, hát a tanítvány meg mindjárt nem voltak. His followers got angry, and they jumped on the devotee, took him in the back room, and said, why did you do that? És akkor persze a tanítványok nagyon mérgesek voltak, és akkor elkapták a baktát, elvitték egy szobába, és kérdeztek, miért csináltad ezt? Devotee said, well, he's God, why didn't he stop me? És akkor így mondta a bakta, hát nézd, hogyha ő Isten, akkor miért nem védte meg, miért nem állított meg? And they said, well, that was his lila. Azért, mert ez volt az ő kedvtelése, a lilája. So, so that was the end of that one. So there's a lot of these personalities going on. So many. I've been privy to so many of these bogus gurus. I can't believe. Nagyon sok ilyen csaló van. When we were at New Vrindavan, we were there, and all of a sudden these young people came in and started distributing flyers, and on the flyers said that Kalki Avatar has appeared in Pittsburgh, Pennsylvania. Amikor ott voltunk az új vrindavani farmon, akkor jöttek ilyen fiatal srácok, és elkezdtek szórólapot osztani, és az volt a szórólapon, hogy Kalki Avatar megjelent Pennsylvaniában, ebben a városban. So he's giving darshan tonight, please come. És akkor így, hogy darshan tart ma este, gyertek. We told him he's early, he should come back, you know, in about a couple thousand years. Mondtuk nekik, hogy egy picit korán érkezett, mondjátok meg neki, hogy jöjjön vissza néhány ezer év múlva. So the devotees never went to any of that. Úgyhogy a bakták nem mentek el. So anyway, I don't want to tell you all these boring stories, but this is what goes on, especially in Kali Yuga, especially in Western countries. Na, több ilyen furi történetet in nem mesél. Also, yeah. De hát igazából ez megy itt a Kali korszakban. Yeah, there's more of the, what we say, the cheap ones than the real ones. Hogy inkább az olcsót akarják, nem az igazit. When someone said to Prabhupada in India, one Indian man said to Prabhupada, he said, we have so many saintly persons, but yeah, we have so many problems.
És akkor egy Indiában egyszer egy ember kérdezte Prabhupádtól, Prabhupád, nekünk annyi szent emberünk van ebben az országban, és mégis annyi problémánk van. Prabhupád said, that's the problem, you don't know who's a saintly person. Hát azt mondja Prabhupád, na ez a probléma, nem tudjátok, hogy ki az igazi szent. Yeah, but fortunately we were blessed by his divine grace, Srila Prabhupád. De minket szerencsére ő isteni kegyelmes, Srila Prabhupád megáldott. And so many of our devotees, at least ones in America that I know of, were followers of many of these bogus gurus before they actually came to Prabhupada. Mert sok baktánk van, aki előtte más csaló gurukat követett, mielőtt elérkezett volna Prabhupádhoz. And I mean, Prabhupada was very, very adamant and very strong. Prabhupada was very kind and very merciful in all aspects, but one thing he was really, really strong about and would never deviate. And that was the philosophy. Srila Prabhupád nagyon kedves és nagyon megértő volt minden téren. Egyedül egy dologgal volt nagyon nagyon szigorú, és ez pedig a filozófia. If anybody changed the philosophy or explained it in a way that is not in line with the actual understanding, Prabhupád would immediately destroy that. Hogyha valaki így eltérést kezdett megfogalmazni, hogy félremagyarázta a filozófiát, akkor abban Prabhupád nagyon szigorúan fellépett. So this hearing process from a bona fide spiritual master is the ticket back to the spiritual world. Guru Mukha Padma Vakya Chite Te Koriya Oikya Arana Koriya Mani As. I'm fixed. I'm not going anywhere. This is my substance, this is my nourishment, the words of my spiritual master. És itt, mert ennek a komoly hallgatásnak a jelentőségét ez a vers írja le, hogy ez az, ami visszavisz minket a lelki világba, és egy tanítványnak így kell gondolkozni, hogy én nem fog eltérni ettől a folyamattól, csak nagyon komolyan hallgatni fogom a mesteremet. The one who practices that mood of hearing like that, they actually become qualified also to become spiritual master. És hogyha valaki ezt itt komolyan hallgatja a mesterét, akkor alkalmassá válik, hogy ő maga is mesteré váljon. By hearing, you get understanding. A hallgatás által megértésre teszel. And from understanding comes realization. És a megértésből pedig megvalósítás, tapasztalat. And from realization comes application. És akkor megvalósításból alkalmazás lesz. And from application you get the qualities of a Vaishnava and the knowledge also. És az alkalmazásból pedig egy Vaishnavának a tulajdonságaira is szert tehet az ember. So this process of hearing is foundational to reach the perfectional stage. És ez a folyamat szükséges ahhoz, hogy a tökéletes szintet elérje az ember. And here, of course, hearing and chanting. És persze, ahogy itt írásra kerül, a hallgatás és az éneklés egyaránt. Sometimes people will say, well, how do you become a preacher? És néha az ember kérdezik, hogy leszek jó prédikátor? Just become consistent in the hearing process. Csak legyél szilárd a hallgatás folyamatában. Reading. Olvas. Prabhupada would say preacher simply means reader. Prabhupada azt mondta, a prédikátor azt jelenti, hogy olvasó. Some of us have inclinations for the philosophy more than others, and others have inclinations for carrying out practical service, but both are required. But the process of hearing is the principle which the expression of our service develops in a very, what we say, acceptable way. A Srila Prabhupád mondta, hogy lesznek olyan gyakorlók, akiket jobban motivál, vagy akik alkalmasabbak inkább beszélni, mások inkább a gyakorlati szolgálatra alkalmasabbak, de mindkettő kategória számára a hallgatás az nagyon fontos. And Prabhupada talks about himself in this regard. He said, when the devotees who were disciples of Bhakti Siddhanta wanted to recommend Srila Prabhupada for initiation, Bhakti Siddhanta responded. Prabhupád beszélt így magáról is ebben a vonatkozásban, és mondta, hogy amikor Bhakti Siddhanta Prabhupád tanítványai őt ajánlották avatásra, he said,
he likes to hear. Akkor Bhaktisiddhanta Prabhupád azt mondta, noted him, he likes to hear. Tehát Prabhupád mester azt mondta, hogy ő nagyon szeret hallani, ez a tulajdonság. That's the foundation for actually getting the mercy of the spiritual master and awakening our understanding of our relationship with the Supreme Lord through the process of transcendental sound vibration. És így a gurunak a hallgatása az a folyamat, amelyen fölébreszthetjük az Isten iránti szeretetünket a hangvibráció által. And Prabhupada emphasized the importance of reading his books. És Prabhupád nagyon hangsúlyozza az ő könyveinek az olvasását, ez milyen fontos. So much so that he took one purport from the Chaitanya Charitamrita, from the Madhya Lila, chapter 25, verse number 278, where he explains that the verse explains that men become strong and stout by eating food grains. Srila Prabhupada a Chaitanya Charitamrita egyik versére hivatkozik, amelyben azt mondja, hogy az ember erős maradhat azáltal, hogy, hogy ne enne gabonát. But can a man stay strong? In other words, physically strong. By eating food grains. Oh, elnézést, igen. Tehát az ember fizikailag erős maradhat azáltal, hogy gabonát fogyaszt. Elnézést. Yeah, but simply by eating food grains doesn't qualify one to become spiritually strong. De az, hogy az ember megfelelő ételt fogyaszt, nem teszi képessé arra, hogy lelkileg is erős legyen. So one has to. As Prabhupada said, one has to read these books. És ehhez Prabhupád mondja, olvasni kell ezeket a könyveket. So he expands it on the purpose. He said, we have written so many books. Four books are important, and he mentions those four books, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion, and Bhagavad Gita. Ugye Prabhupád azt mondja, hogy sok könyvet írunk, de ezek közül a négy a legfontosabb, a Bhagavad Gita, a Srimad Bhagavatam, a Chaitanya Charitamrita és az odaadás nektárja. And then he goes on to explain in that purport where if we don't regularly read these books, we become weak in transcendental understanding. És Prabhupád azt mondja, hogy ha nem olvassuk rendszeresen ezeket a könyveket, akkor gyenge lesz a transzcendentális megértésünk. If we become weak, then we lose the opportunity for eternal life. És hogyha elgyengülünk, akkor elvesztjük az örök élet lehetőségét. So he mentioned read the books. I'm sure most of you all here read a lot. Igen, tehát hogy fontos, hogy olvassuk a könyveket, biztos ezt halljátok sokszor, hogy you fontos. You have so many books by your spiritual master and by Srila Prabhupada, it's a lifetime worth of reading and studying. A lelki tanítómesteretek és Srila Prabhupád annyi könyvet írt nektek, hogy egy egész élet szükséges, hogy ezt mind elolvassátok és megfelelően áttanulmányozzátok. And we want more preachers. És több és több prédikátorra is van szükségünk. There's always a shortage of preachers. Mindig hiány van prédikátorból. Because there's such an abundance of people out there that need to hear this knowledge. Mert olyan elhagyatottak az emberek odakint, szükségük van erre a tudásra. Okay, so I don't want to go too late. So we'll stop here and see if there's any comments or questions. Itt most megállok, és kérdezem, hogy vannak-e kérdéseitek, vagy hozzáfűzéseitek. Anyone? Yes, Susanna. Do you want to give her the microphone? Thank you. I had a symbol for how can one be so hungry for the holy name and reading as you are hungry for the food grains. Lefordítod. Igen, hogy tud valaki annyira éhes lenni a szemlétre és az olvasásra, mint a gabonára. Bocsánat, szóval hogy tud valaki lenni? The process of hearing is, the process of hearing is accentuated and inspired by
service to the devotees. Hát ezt az éhséget, ezt a baktáknak végzett szolgálat gerjeszti. He mentioned that verse in yesterday's class. By serving great souls, great service is done. And by such service, one starts to, you know, become more and more eager for transcendental knowledge. Ahogy a tegnapi leckében is említettem, a nagy lelkeknek végzett szolgálat által az ember mohóvá válik a lelki tudásra. But we might just say, just do it. De amúgy meg csak azt mondanám, csak csináld. We know the process, so we just take it up and we realize it's the process. So even if I don't have that eagerness or that I don't have that taste, just do it. Hát ismerjük a folyamatot, tehát még hogyha nincsen nagy mohóságunk, meg nagy örömet se tapasztalunk, hát akkor csak csináljuk. Because transcendental sound vibration, when you continue to absorb it, it starts to open up its mercy upon you, and then you start to become satisfied and more, what we say, you develop a taste for it. Mert ez a természet a transzcendentális hangvibrációnak, hogyha az ember csak így figyelmet szent erre, akkor lassan, így fokozatosan megnyitja így a kegyét, vagy megadja a kegyét, és akkor ezáltal lelki ízre tesz szert az ember, és így lelki erőre. Like last night we had a really powerful program. It was, I mean, really powerful. And we were just chanting and dancing, and Maharaj was inspiring us by many bhajans, glorifying Lord Nityananda, Lord Chaitanya, the holy name. And, you know, everybody didn't look like anybody was getting tired. Tegnap este volt egy igazán csodálatosan szép kirtan, és akkor Maharaj inspirált minket különféle bhajanokkal, dicsőítette az Nityanandát, és nem tűnt úgy, hogy bárki is fáradt lenne. Even Maharaj wasn't getting tired. Még Maharaj sem volt fáradt. I asked, you know, Sham Bihari, how was Maharaj after he left? Megkérdeztem Sham Biharit, hogy érezte magát Maharaj, miután elment. He said he wanted to go another hour. Azt mondta, hogy még egy órát akart bulizni. But it was late, it was after nine, so he stopped. But he said he felt like chanting for at least another hour. Tehát, hogy 9-kor befejezte, mert késő volt, de amúgy magától még legalább egy órát énekelt volna. Yeah, so the taste is there. Once, the more you do it, the more you develop the taste. When you hear from the pure sound vibration, that taste becomes almost immediate. Gyakorlatilag ez az íz, ez a boldogság, ez ott van a transzcendentális hangvibrációban, tehát hogyha csak hallgatod és énekled, akkor szinte azonnal megjelenik. So when you don't feel like it, do it. Hogyha esetleg mégse érzed úgy, hogy csináld, akkor is csináld. And you will feel like it. És aztán úgy fogod érezni, hogy chance. Azonnal. It's transcendental. We're not, our minds are somewhat, you know, have to be a little bit clarified so we can get through the clouds of, you know, the association of this material energy. After you get a certain point, then all of a sudden it becomes wonderful. Kicsit úgy működik, hogy az elménknek így át kell mennie az anyagi társulásnak a ködén, hogy tudja ezt tapasztalni, de elég hamar ez megtörténik, és akkor. There was one devotee here last night. He was jumping up and down. I thought he was gonna, you know, die. It was really. Volt itt egy bakta tegnap este, és úgy ugrált föl és alá, hogy azt hittem meg fog halni. I was just watching him. He was just a guest, I think, but he was getting a taste. It was, he wasn't just making a show. He was tasting something. He could see it. Yeah. Nem bakta ruhában volt, egy vendég volt, de látszott, hogy nem csak showt csinált, hanem igazából úgy megérezte ezt a lelkesedést. I wanted to join him, but then I thought I better not, you know. És annyira ugrált, én is így gondoltam, hogy be kéne csatlakoznom hozzá, de aztán gondoltam, hát jobb lenne, ha nem. I tried to weigh and be a little bit more demure. I tried to be a little bit more calm in my. És akkor megpróbáltam egy picit ilyen nyugisabb lenni. But yeah, and so that's our process. Ez a folyamatunk. And he also, when we read about the holy name and we hear glories about the holy name from devotees who speak it, we get attracted to hear more about the holy name. Mert hogyha hallunk és olvasunk a
a Szent Név dicsőségéről, akkor csak egyre mohóbbá válunk arról, hogy többet halljunk róla. The scriptures are full of the glories of the holy name. És a Szentírásaink tele vannak a Szent Név dicsőségével. And the unique position, or the topmost position in spiritual practice of the holy name. It's all there. Just hear about it, read about it, practice it. Minden ott van, ami a Szent Névnek a transzcendentális helyzetét bemutatja, akkor csak olvasd őket, és akkor fogod tapasztalni az ízt. Can I have another question, please? Yeah. Did you digest the first one? Yes. Okay, because when we eat, we have to digest before you take the next meal. A Mataji akart kérdezni még egy kérdést, és akkor Marás kérdezte, hogy már megemésztetted az előző kérdésedre adott választ? Mert mielőtt újra ennél, először meg kell emészteni, amit előzőleg ettél. We'll go, don't worry. Menni fog. We still have time. Még lesz idődre. First was a big mercy, and I think we are all thankful to you. Hmm? Because of this, az első az egy igazán nagy kegy volt, és szerintem mindnyájan hálások vagyunk ezért, köszönjük szépen. És I would like to ask... She's speaking... So she translated her English to Hungarian, so she's doing both. Oh. She's doing my job as well. Sorry. I forgot to listen to which one you were... Actually, she just thanked for your Sorry. Merciful answer. Thank you for your questions. And I would like to ask another one, how to overcome those when someone reads, when a devotee reads or tries to hear and tries to put her whole attention into hearing. I have realized, but not to a great extent, that it will cause the same elevation in the spiritual as well as the material, and the material problems becomes harder and harder, and I believe it's mercy, but sometimes it's difficult to overcome. Well, they say when you water a creeper, the weeds also grow up along with the watering process. Szóval Mataji kérdése az volt, hogy amikor a lelki tudásunk így fejlődik, a transzcendentális tudást így kultiváljuk, akkor az anyagi problémáink is növekednek a lelki tulajdonságainkkal párhuzamosan. És Maharaj azt mondta, igen, hogyha az ember egy kúszönövényt gondoz, akkor a gyomok is körülötte nőni fognak. The bodies have to be gardeners, pull out the weeds and just keep watering the creeper of bhakti. Akkor a bakták gyakorlatilag kertészé kell, hogy váljanak, és ki kell gyomlálni a gyomokat, hogy a valódi növény, haszonnövény. So we have to know what are those weeds. Tudnunk kell, hogy melyik a gyom. So we can recognize them. Hogy felismerjük. That's why it's all mentioned in the scriptures. What are those weeds? Puja, Pratishta, these are different weeds. Desire to be worshipped, the desire to be honored. The desire to become, you know, famous by my execution of bhakti. One thinks because I'm making advancement, I know more than everybody else. Everybody else is neophyte except me. Hogyha olvassuk a Szentírást, akkor nagyon részletes leírások vannak ezekről a gyomokról, rossz tulajdonságokról, például az elismerésre való vágy, hogy imádjanak engem azért, hogy milyen jó bakta vagyok, vagy például, hogy mindenki más még nagyon kezdő, én vagyok a legfejlettebb bakta. Jai, thank you. De köszönöm a kérdést. Jai! So I have some extra part of the class, which is probably the best part. Most egy különleges része a leckének, ami szerintem a legjobb része. Some cookies. Van keks. I had so much transcendental happiness giving the sweets out tonight, so I thought I'd continue with cookies this morning. Olyan nagy transzcendentális boldogságot éltem el tegnap, hogy ezt a maha édességet oszhattam, hogy még továbbra folytatnám ezt. Okay.
Okay, Hare Krishna. I owe you another one from giving you a hard time last night. I'm sorry.